A Jászonykun Szolnok vármegyei főügyészség minősített emberölés büntette miatt indítványozta annak a 16 éves öcsödi fiatal fiúnak a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 10 éves testvérével átment a szomszéd bácsihoz, aki behívta őket a házba. A fiatal a házban fellelt vájlingot, seprűnyelet, gerebjét magához vett, és azzal nagy erővel ütlegelte, folyamatosan bántalmazta az idős sértettet. Ezt követően kiment a ház udvarára, onnan behozott egy téglát, és ezzel is tovább folytatta a sértett bántalmazását, olyan erővel, hogy a tégla ketté tört. A fiú ezután a férfi zsebéből 103.000 forintot kivett, és testvérével együtt a helyszínt elhagyták. Az idős férfi a bántalmazás következtében életét vesztette. Az idős férfit minden szomszéd és helyi lakos jól ismerte. Egy utcában élő nő elmondta, hogy sajnos többször is kihasználták már az idős bácsi kedvességét. Azt hallottam, hogy ugye tennap fizették a nyugdíjat. Azt lehet, hogy kifigyelték, mert sokszor gyerekekhez is szólt ő, mindenkihez, barátságos ember volt. De máskor is volt már olyan, hogy bementek hozzá, beugrottak a kapun, meg ilyenek. Ez a férfi is jól ismerte az idős bácsit. Egy szeretetre méltó bácsika volt. Úgyhogy megdöbbent mindenkit. A gyilkosságot elkövető 16 éves fiatal kamasz fiú szülei elmondása szerint súlyos kábítószer függőségben szenved. Jöttek az ismerőseim és hozták a telefont, hogy keres a fiam, és velem szeretne beszélni. Felhívott és mondta, hogy apa, baj csináltam, ebből nem tudsz kivenni, gyere apa, mert be fogok menni a rendőrségbe, fel kell, hogy adjam magam, mert olyat csináltam, apa, ami nem jó. És akkor mentem a gyerekemhez, és elmondtam neki, hogy hát fiam, be kell, hogy menjünk a rendőrségre, ezt el kell, hogy oda bent mondd, hogy mi történt. És akkor mondta el, hogy mi történt, és hogy megbánta, és ebből már nem tudom kivenni, és ezt nem tudja visszacsinálni. Nagyon szígyeli ezért magát, de már nem tud mit csinálni. Kitisztult, kattogásába tette, azt mondta nekem, és ebből nem bírom már kivenni, az a baj. Amit tett, azért meg kell, hogy szenvedjen, nagyon sajnálom. Az ügyészség indítványa szerint figyelemmel a gyanúsításban szereplő cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, az elkövetés jellegére, a kiszabható büntetés nagyságára, a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől alappal tartani lehet. A gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja miatt, illetőleg arra tekintettel, hogy a cselekmény végrehajtásában is a kábítószerre szükséges pénz megszerzése motiválta, megalapozottan lehet tartani a bűnismétlés veszélyétől is. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást. A döntést a gyanúsított és a védő is tudomásul vette. A döntés a törvényes képviselő nyilatkozatának beszerzéséig nem végleges.